Tavaszi Hérics, Adonis Vernalis. Talán a virág szépsége ihlette Linnét, amikor a növényt Afrodite szerelméről, Adonisról nevezte el. A mondák szerint a szépséges görög ifjút egy vatkan sebezte halára. Afrodité bánatában a véráztatta földet illatos nektárral hintette be, amelynek nyomán a vércseppek megduzzadtak, és az ifjú véréből vérszínű virágok fakadtak. Mítosza a természet változó életének, újjáéledésének és elhalásának megszemélyesítése. Azóta minden tavasszal újra meg újra kibomlanak Adonis virágai, és az emberek csodálattal nézik őket. Hazánkban az egyik sárga virágú faj az Adonis Vernalis védett növény. Eszmei értéke 2000 forint. A növényt könnyen felismerhetjük aranylóan fénylő sárga, tojásdat, hosszan csíkolt szirmairól. Gyönyörű sárga virágai a tavaszi nap aranyló melegsugarait idézik fel bennünk. Levelei finoman szelteltek. A terméskék ráncosak, a megnyúlt terméses vackon csokrot alkotnak. Hazánkban ma még gyakori, de tőlünk nyugatabbra, mint keleti kontinentális faj, egyre ritkábbá és védendőbbé válik. Állományait régebben a tömeges droggyűjtés veszélyeztette. Tavasszal feltűnő sárga virágait a kirándulók előszeretettel szedik le, pedig nem érdemes, mert, mint a tavaszi virágok legtöbbje, röpke pillanatok alatt elhervad. Ha ezt a növényt látjuk, ne bántsuk, csodáljuk élőhelyén, hogy minden tavasszal újra nyílhassanak Adonis virágai.